Beszélj valami, mondjál nekünk pár szóba, vázold ezt a szezont, és hogy milyen nagy sikert értek el a lányok ma. Elsősorban köszönteni szeretném a lányokat, és gratulálok nekiek ezért a sikerért, amit elértek. Számomra még mindig hihetetlen, de azt kell mondjam, hogy nem hagyjak az ők álmaikat, hanem az én elképzeléseimet is túllépték evel a csodálatos győzelemmel, evel a csodálatos sorozattal, amit ebbe a szezonba tettek, gyakorlatilag egy verességgel, ami az első fordulóban történt, folyamatosan minden nyerve, ahogy látta mindenki, nagy izgalmak között sikerült behozni a 3 pontos hátrányt, és megnyertük a bajnokságot, és még nagyobb öröm számunkra, mint hallottuk itt a Román Női Szövetség elnök által mondott beszédbe, hogy nem lesz már az a selejtezőkör, ez azt jelenti, hogy Szamosújvárnak először van első ligás csapatja az első ligában. És még egy utolsó kérdés, mit jelent az önkormányzat támogatása? Mert amit hallottuk, az önkormányzat is beleszáll a csapatba. Hát ezért mi rengeteget harcoltunk, és úgy néz ki, hogy mindenki megértette, hogy látott fantáziát, és látta, hogy érdemes a csapat mellé állni, és nagy örömmel kaptuk a hírt ma a polgármestertől, aki úgy néz ki, hogy el lesz fogadva a büdzsénk, egy viszonylag jó összeggel fog támogatni, ami biztosítja a nyugalmat az első osztályban, és miért ne álmodjunk az elkövetkezendő 1-2 évben minél feljebb jutni az első osztályban. Még egyszer köszönjük a városi tanácsnak, a polgármesternek és mindenkinek, aki mellénk áll.